Visegrádi hegység lábánál, mielőtt a Duna délre fordulna, a folyó két ágra szakad. Itt kezdődik a festői szépségű Szentendrei sziget. A sziget jó része megművelt terület, ám természeti értékei páratlanok, és innen származik Budapest ivóvizének nagy része is. A Szentendrei szigeten lakó emberek és állatok évszázadok óta élnek együtt harmóniában. A mai napig több mint 100 madárfaj költi fiókáit a szigeten. Az utóbbi években számos olyan állatfaj is megjelent, amelynek az elmúlt évtizedekben a nyomát sem látták. A hódok úgy tűnik jól érzik magukat a nemrég visszafoglalt partokon. Ám vannak állatok, melyek számára a visszatérés egyértelműen komoly kihívást jelent. A legforróbb augusztusi napok estéin a Duna keskenyebbik ágán rejtélyes jelenség figyelhető meg. A Szentendrei szigetet egyetlen híd köti össze a szárazfölddel, a Tahitót falui Tildi Zoltán híd. A híd alatti folyószakaszon különös rovarok jelennek meg. A kérészek közé tartozó dunavirágok tízezrei bukkannak elő a vízből. A raj több százezer fősre nő, és egyenesen a híd felé veszi az irányt. A híd lámpái, mintha megbabonáznák a rovarokat. Az egész raj fogságba esik a folyón átvezető út felett. A sofőrök szinte semmit sem látnak az útból. Kérészek az útra rakják le petéiket, majd a dolguk végeztével elpusztulnak. A dunavirág védett állat. Egyedeinek eszmei értéke 10 000 forint, így a természeti kár ezen az egyetlen estén a 10 milliárd forintot is meghaladja. A peték csak a vízben maradnának életben, így a híd miatt több millió dunavirág petézik teljesen hiába. A rovarok tetemei és a petecsomók a rajzás végére beborítják az aszfaltot. Kriska György az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának tudósa. De vajon mit keres kora reggel egy fém tésztaszűrővel a kezében egy bevásárlóközpont parkolójában? Sokan nem is tudják, hogy Budapest határán az áruházak, körforgalmak és parkolók között egy aprócska zöld sziget található. A Dunakeszi láp. Pár éve az egyik áruházlánc elhatározta, hogy a védett fajoknak is otthont adó területre további parkolóhelyeket épít. A beruházást meglepő módon a hatóságok is engedélyezték. A vizes élőhelyek titkainak ismerőjeként Kriska György olyan bizonyítékokkal támogatta a fejlesztés ellen tiltakozó civileket, amelyek végül erősebbnek bizonyultak a beruházó érveinél, melyek abban merültek ki, hogy a láp nem is létezik. A tudósok azóta rendszeresen ellenőrzik a láp állapotát, amely úgy tűnik, egyelőre megmenekült a pusztulástól.
Kriska György az utóbbi időben egy másik természetvédelmi problémának szenteli az idejét. A kérészek tömeges pusztulása foglalkoztatja. Úgy véli, a dunavirágok életciklusának és viselkedésének megértése nélkül nemigen lehet megelőzni a Tahitót falunál megfigyelt tömegkatasztrófákat. Monitoron most a dunavirág peték fénymikroszkópos képét látjuk. Ezeket a petéket szárazon gyűjtöttük be. Tehát azokból a kérész egyedekből nyertük, amelyek a szárazon pusztultak el. Ezek a peték életképesek, tehát hogyha visszakerültek volna a folyóvízben, akkor jó eséllyel kifejlődött volna belőlük a következő generáció. Peték a lerakás után lesüllyednek az aljzatra, és ott egy hosszabb nyugalmi periódus után, ami a következő év tavaszán ér véget, akkor bújnak ki belőlük a lárvák. A lárvák gyorsan fejlődnek, elsősorban az aljzat közelében található algákkal táplálkoznak. A kisebb folyóknál, az Ipolynál, a Rábánál ott jellemző módon július végén, augusztus elején bekövetkezik a rajzás, míg a nagyobb folyóknál ott inkább augusztus második felében alakulnak ki a nagy tömegrajzások. A rajzás mindig az esti órákban történik, a lárvák felúsznak a vízfelszínre, és ott szárnyas rovarrá vedlenek. Azért mondom, hogy szárnyas rovarrá, mert kétféle rovartípus jelenik meg. A hímeknél az úgynevezett szubimágó alak, amelynek még egyszer kell vedlenie ahhoz, hogy ivaréret legyen. A nőstények esetében viszont a lárvabőrből kibújó rovar rögtön párzóképes. Nagyon fontos, hogy a rajzás egy időben történjen, tehát lehetőség szerint egy időben sok rovar jelenjen meg, mert akkor nagyobb az esély a nőstények megtermékenyítésére. Megtörténik a párzás, majd ezután a nőstények megkezdik a kompenzációs repülésüket. A kompenzációs repülésnek az a lényege, hogy lehetőség szerint ellensúlyozzák a víz elsodró hatását. Tehát amikor megtesznek fölfelé néhány kilométert és lerakják a petéket, akkor a lerakott peték, ahogy sodródnak lefelé, nagyjából arra a helyre kerülnek vissza, ahol korábban a lárvák kifejlődtek. Nagyon titokzatos dolog, hogy vajon mi szabályozza azt, hogy a lárvák többsége egyszerre indul el a vízfelszín közelébe. Valószínűleg időjárási körülmények azok befolyásolják elsősorban, de a vízállásnak a szintje az is befolyással lehet erre a különös jelenségre. Ősszel teljesen átalakul a táj. A Duna vízszintje ilyenkor a legalacsonyabb, és ezzel az itt élő állatoknak is meg kell küzdeniük. A sekélyebb mellékágak szinte teljesen kiszáradnak, az így kialakuló tavacskákat bíbor színűre festik a vízi növények és baktériumok. A Tahitót falui hídtól pár száz méterre fekvő holtág lakói a megművelt területek is a Duna közötti keskeny erdősávban kénytelenek boldogulni. Azt, hogy ez korán sem lehetetlen, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt években új lakók verték fel a mellékág csendjét. A jövevények se szó, se beszéd, azonnal elkezdték kidönteni a partmenti fákat. Az ártéri erdő peremén rejtélyes farakás bújik meg a fák között. A takarosan egymásra pakolt ágak azt bizonyítják, hogy a fákat kidöntő garázdáknak nem a pusztítás volt az elsődleges célja, hanem igencsak tervszerűen jártak el. A holták felől jól megfigyelhető, hogy a jó két méter magas építménynek a víz felől bejárata is van, amely egy gondosan kialakított csatornával csatlakozik a folyóhoz. A nem akármilyen mérnöki teljesítmény az eurázsiai hódok munkáját dicséri, akik a dunavirágokhoz hasonlóan több évtizedes távollét után érkeztek vissza a szigetre. A hódvár bejáratát azonban úgy tűnik senki sem tartja karban. Alacsony vízállásnál a rejtekhely nem biztonságos. A hódok így továbbálltak, hogy új lakóhelyet keressenek, olyat, amelynél a víz megvédi őket a betolakodóktól. Útjuk során csak az apadó Dunát kellett követniük.
Ám egyes vízi állatok egészen különös módszert használnak arra, hogy megtalálják a számukra létfontosságú vízfelületeket. A tudósok csak a közelmúltban fedezték fel, hogy számos rovarnak saját detektora van a vízfelületek azonosítására. Dr. Egri Ádám, az MTA Dunakutató Intézetének munkatársa, a vízirovarok látásának szakértője. A fény egy olyan különös jellegzetességével foglalkozik, amely az emberi szem számára csak némi segítséggel tehető láthatóvá. A fénynek mi emberek két paraméterét tudjuk érzékelni, ez a színe és az intenzitása, viszont ezen kívül további jellemzője is van, ez a polarizáció. A fényt alkotó fotonok mindegyikét úgy lehet például elképzelni, mint önálló kis hullámmocskákat, melyeknek megvan a jól meghatározott rezgés síkja. Lehet készíteni polárszűrőket, amivel az ember számára is láthatóvá lehet tenni az amúgy láthatatlan polarizációs információkat. Ezeket ilyen nagyon hosszúkás molekulák alkotják, és ezért van az, hogy ha például egy függőlegesen rezgő foton érkezik, és ez mondjuk úgy áll ez a szűrő, hogy ő a vízszintesen rezgő irányokatban szeret átereszteni, akkor a függőlegesen rezgő fotont blokkolni fogja, elnyelődik benne. Nagyon jó példa az erősen poláros fényre az LCD monitoroknak a fénye. Ezekből 100%-osan lineárisan poláros fény érkezik. Hogyha egy ilyet szemlélünk polár szűrőn keresztül, és forgatjuk a polár szűrőt, akkor azt látjuk, hogy kivilágosodik, elsötétedik, kivilágosodik, elsötétedik. Ez azért van, mert a monitorból nagyon rendezetten rezgő fény érkezik, és ezt vagy átereztem a szűrővel, vagy pedig elnyelődik a szűrőben. Általában sokkal közelebb van a polarizálatlan állapothoz azok a fények, amikkel találkozunk. Itt ebből a fényforrásból polarizálatlan fény érkezik, ami azt jelenti, hogy teljesen véletlenszerűen rezeg benne az elektromos tér. Ha ezt nézem egy szűrőn keresztül, és forgatom, akkor nem látok intenzitás változást, mert mindig vannak olyan fotonok, amik átjutnak rajta. Viszont ha ez elé behelyezek egy másik szűrőt, ugye az ebből kijövő fény már rendezett lesz, hiszen csak egy adott irányban rezgő fények tudtak áthaladni rajta. Hogyha ezt szemlélem egy másik polár szűrőn keresztül, akkor itt már látom a sötétedést, világosodást. És ez az, amit sok élőlény érzékelni képes, nem úgy, mint mi emberek. A tükröződő vízfelületek egészen különleges módon verik vissza a rájuk eső fénysugarakat, amit a vízirovarok ki is használnak. Ha egy tárgyról fény verődik vissza, legyen az a tárgy egy természetes vízfelület, akkor az a visszavert fény erősen polarizált lesz. Itt most egy tál vizet láthatunk. A kezemben tartott polár szűrőt forgatva nagy intenzitás változást lehet látni. Ez mutatja, hogy a vízről visszavert fény az polarizált, mégpedig nagyon erősen polarizált, nagyon rendezett, és a visszavert fénynek a rezgés síkja az a vízszintes. Ez azért különleges, mert sok vízirovar a vízről visszavert fény polarizációja alapján azonosítja be a víztesteket. A Szentendrei Bükköspatak kiváló lehetőséget nyújt a vízirovarok viselkedésének tanulmányozására. A patak partján levedlett lárvabőrök jelzik, hogy az álkérészek és kérészek számára eljött a nász időszaka. A nemrég kibújt rovarok szárnyra kapnak, és a víz fölött lebegve próbálnak párt találni maguknak. Dán kérészek nőstényei már túl vannak a párosodáson, és a vízre szállva vergődő mozgással igyekeznek meggyorsítani a petézés folyamatát. Mikor beindul a petézés, a kérészek kifáradva várják, hogy a több ezer pete elsüllyedjen a hűs vízű hegyi patakban.
Kliska György egy kísérlet segítségével jár utána annak, hogy a rovarok egy részének petéi miért nem jutnak el soha a patakig. Ilyenkor már a petézésre készülő nőstények is egyre nagyobb mennyiségben megjelennek az aszfaltút fölött. Most úgy fogjuk letesztelni, hogy milyen rovarok vannak itt, hogy lerakjuk ezeket a poláros csapdákat. Ezek fénycsapdák, annak ellenére, hogy feketék, hiszen az a kevés fény, ami visszaverődik róluk, az erősen és vízszintesen poláros, tehát az nagyon erősen magához vonzza a rovarokat. Ott láthatjuk a híd alatt a patakot, onnan érkeznek a kompenzációs repülésben résztvevő kérészek, mivel a híd keresztezi az útjukat. Egy részük nem a híd alatt repül tovább, hanem fölrepül ide a hídra. Itt egyszerűen elveszti a poláros jelet, tehát a víz poláros jelét, észreveszi viszont az aszfaltutat, amely szintén vízszintesen poláros fényt reflektál, és elkezdenek az aszfaltút fölött repülni. És keresnek egy alkalmas petéző helyet a nőstények. Ott van az első dán kérész, elérte ezt az erősen poláros felszínt, ez már kiváltja belőle akár a petézés folyamatát is. Ezen kívül két szárnyúak is megjelennek, árvaszonyúok és szúnyoglábú legyek. Mindegyik fejlődésében a vízhez kötődik, tehát a lárvája vízben él. A nagy álkérészek szintén a vízszintesen polarizált, visszavert fény alapján azonosítják be a vizet. Így fordulhat elő, hogy sokszor ők is az autóúton kötnek ki. A legtöbbjük már azelőtt elpusztul, hogy megkísérelhetné lerakni petéit. Az úton haladók eltapossák őket, és a peték az aszfaltra kerülnek. Ideális körülmények között a lerakott petékből 10-12 hét múlva kelnek ki a lárvák, amelyek akár 3 évig is fejlődnek a patakban. Az álkérész lárvák a jégborította kövek alatt is aktív életet élnek. A nőstények által lerakott több ezer pete biztosítja azt, hogy a következő években is élettel teljen meg a bükkös patak és a környező erdő. Tahitót falunál a dunavirágok vízbe jutott petéi a telet hibernált állapotban vészelik át. A lárvák csak tavasszal bújnak elő. A mellékág medre kiszáradt, a kisebb tavacskák befagytak. A vízi állatok csak a nagyobb Dunamederben találnak maguknak nyílt vízfelületet. Az itt élő vadkacsák nem költöztek délebre a hideg elől. Úgy tűnik télen is elegendő táplálékot találnak ahhoz, hogy a legfiatalabb állatok is épségben átvészeljék a telet. A holták teljesen kihaltnak tűnik. Ha a hópelyek nem mozognának, azt hihetnénk, hogy maga az idő is megfagyott a rettenetes hidegtől. A jégen ugyanakkor furcsa nyomok árulkodnak arról, hogy nem olyan régen még többféle állat is errefelé lófrált. Csak nem a hódok tértek vissza. Lehet, hogy mégse akarják veszni hagyni a vár és az alagút rendszer építésébe fektetett energiát. Bárki is járt itt, a hódvár most üresen áll. A nyomokból úgy tűnik, a látogató gyorsan távozott, mintha csak ellenőrizte volna a gazdátlanul hagyott ingatlant. Télen senki nem akar komolyabb felújításba kezdeni. A természet a lehető legkevesebb energiabefektetéssel igyekszik kihúzni a tavaszig hátra lévő időt. A tudósok nem engedhetik meg maguknak ezt az életritmust. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen télen is zajlanak a rovarok látásával kapcsolatos kutatások. Dr. Horváth Gábor az ELTE fizikai intézetének kutatója. Többek között a polarizált fény állatokra gyakorolt hatásával foglalkozik. Minden vízirovar, vizet kereső, röpülő rovar a vízszintesen poláros fényre megy, és ilyenkor nem csak a vizet találja meg, hanem sajnos megtalálja a természetben az ember által létrehozott fekete csillogó, vízszintesen polarizáló mesterséges felületeket. Ilyenek az aszfaltút, a fekete kőolajtó kiömlés, fekete műanyagfólia, fekete sírkő, fekete autók,
napelemtáblák nagyon gyakoriak manapság. Ez a poláros fényszerzés, ez egy negatív dolog, és ennek egy speciális, de még ennél is veszélyesebb formája, amikor éjszaka történik mindez, például a Dunavirágoknál, amikor kiröpülnek a Dunából. Ez az ábra demonstrálja ezt a kettős fénycsapda hatást, hogy a kérész, vagy a Dunavirág a Dunából szépen kirepül, és először meglátja a hídlámpáknak a fényét, és oda vonzódik. A direkt fény az polarizálatlan, tehát ez vonza oda fototaxissal. Ez egy nagy rejtély, hogy egy éjszaka aktív rovar, az mégis miért vonzódik egy éjszaka nem jellemző dologhoz, de az tény, hogy oda vonzódik a fényforráshoz. Ez egy rejtély. Aki ezt megoldja, beírja a nevét a biológia történetébe. Miután már itt kering a tömeg, a kérész tömeg a lámpa körül, észreveszi az aszfalt útról visszavert vízszintesen poláros fényt, ami még vizet utánoz, tehát azt hiszi, hogy az aszfaltút, ez egy csábító Duna felület. Ezen kettős fénycsapda hatás kiküszöbölésének van egy magától értetődő módja, le kéne kapcsolni a hírlámpákat. Hogyha nem lehet lekapcsolni a lámpát közlekedés biztonsági okok miatt, akkor az volt a szintén viszonylag magától értetődő ötletünk, hogy akkor konkurenciát kell teremtenünk ezen nagyon erős hírlámpáknak. A híd testre, de a Duna fölött ki kell helyezni egy lámpasort. És amikor jönnek a kérészek, akkor ezekre menjenek rá elsődlegesen, de nem lesz nekik semmi bajuk tőle, mert utána a Dunába pottyannak szükségképpen, oda petéznek, a utógeneráció pedig a Dunában ki tud fejlődni, tehát ez egy optimális környezetvédelmileg is védhető és vállalható megoldás. A tragédia megakadályozásának forgatókönyve tehát a következő. A párzás után a kompenzációs repülést végző nőstények elindulnak a híd felé. A víz poláros jelét követve haladnak felfelé a folyón, hogy utódaik később lejjebb sodródva ugyanott keljenek ki, ahol ők bújtak ki a lárva bőrből. A híd árnyéka és folyóra vetülő tükörképe sorompóként állítja meg repülésüket, ráadásul a híd lámpái ellenállhatatlanul magukhoz vonzák őket. Az aszfaltot víznek nézik, így nem aggódnak petéik sorsa miatt. Ám ha észreveszik a mentőlámpákat, talán ott lehet tartani őket a folyó fölött. Ez egy elméleti jóslat, és reméljük, hogy a mostani terepszezonban, az újabb Dunavirág rajzáskor tényleg így fognak reagálni rá a kérészek. Jól teszik, ha ezt teszik, mert őket szeretnénk védeni. Persze egyszerűbb lenne lekapcsolni a hídlámpáit, ezt azonban a hatóság nem engedélyezi. A tudósok így olyan lámpák kifejlesztésébe kezdtek, amelyek alkalmasak lehetnek a kérészek megmentésére. Saját modellt szeretnének kidolgozni. Olyat, amelyik bármelyik hídon felállítható, és amellyel további kísérleteket tudnak végezni. A Dunakutató Intézetben a tudósok lázasan dolgoznak a fénysorompó tökéletesítésén. Fontos, hogy a lámpák minden paraméterét ismerjék, hiszen csak így vonhatnak le az eredményekből tudományos következtetéseket. Ahogy megbeszéltük, a fényerőt is lehet változtatni. Itt ezt a kis potmétert kell tekergetni, és akkor növelhető a fényintenzitás, de az impulzusok szélessége határozza meg, hogy mennyire erős a fény. Még azt javaslom, hogy ez a kör kicsit nagyobb legyen, és rudanként, tehát a fénysorompó két rudjánál mind a két esetben két-két fényforrást kellene föltennünk. És akkor azt kéne tesztelni, hogy a rendszer bírja ezt. A laboratórium átalakul, és a lámpák elkészültéig leginkább egy asztalos és egy műszerész műhely keverékére hasonlít. Minden a terv szerint halad. Már csak az a kérdés, hogy maga a terv működik-e a gyakorlatban. A tavasz
beköszöntével újjáéled a természet. Az esők az ártéri erdőt is felébresztik álmából. A Hódvárnál jelentősen megemelkedett a vízszint, így már a bejárat is megfelelően védett. És úgy tűnik, a lakók is visszaköltöztek, hogy újra élvezhessék a holtág nyugalmát. De várjunk csak! Valami nem stimmel. Ennek a hódnak nem hódfarka van. A széles lapátfarok helyett csak egy vékony farkincát látunk. Ez arra utal, hogy nem hóddal, hanem hódpatkánnyal, azaz nutriával van dolgunk. A nutriák eredetileg Dél-Amerikában élnek, ám a tenyésztésből elszabadult példányok elszaporodtak a Duna mentén. Nem döntenek ki fákat, de a hódok munkájának gyümölcsét láthatóan nagy élvezettel aratják le. A hódok pedig úgy tűnik, végleg lemondtak a holtágról. A tavasz az áradások ideje, és bár egyes állatoknak kellemetlenséget okoznak az emelkedő vizek, a természet teljes megújulása elképzelhetetlen lenne a tavaszi esőzések nélkül. A partmenti fákon tajtékos kabócák lárvái élnek. Kiszívott növényi nedvekből készített nyálha óvja őket a ragadozóktól és a kiszáradástól. Az ártéri vizekben fejlődésnek indulnak a szúnyogok lárvái is. Egyetlen apró tavacskából akár több millió szúnyog is kikelhet. A víz alatt szinte mindenütt olyan furcsa lények növekednek, mint a gyorsabb folyású patakokban élő lapos kérészlárvák, vagy a nyugodtabb vizek félelmetes ragadozója, a víziskorpió. A dunavirágok lárvái szinte folyamatosan táplálkoznak. Pár hónapjuk van csak arra, hogy többszörösére növeljék testsúlyukat. A víz alatt kopoltyúval lélegeznek. A gázcserét a tollas szerkezetű kopoltyúk folyamatos rezgetése biztosítja. A Dunában a tömegtegzesek lárvái nem sokára bebábozódnak és kimásznak a vízből. A poláros fényszennyezést felfedező egyetem épülete hamarosan drámai események helyszínévé válik. Az ELTE kampuszán lebzselő madarak, mintha várnának valamire. A folyópart kövein megjelenik az első tegzes. Először szélvédett helyet keres, ahol később rajokat alakíthat ki társaival. Az autók szélvédői szinte mágnesként vonzák. És persze hamarosan megpillantja az egyetem ablaktábláit is. Az épület ablakairól vízszintesen poláros fény tükröződik vissza, így a tegzesek vízfelületként azonosítják őket. Az épülethez érkezve megpihen, egyenesen a táplálékot kereső harkály szomszédságában. Végzetes hiba. A varjú ezúttal hoppon maradt. Ám újabb és újabb tegzesek érkeznek. A raj már több ezer főt számlál. A fakopáncs degeszre zabálta magát, de ennek ellenére nem bír ellenállni a csábításnak. És tovább folytatja a lakmározást. A kimerült tegzesek végül az ablakpárkányon kezdenek párosodni. Így már a kevésbé mozgékony madaraknak is esélye nyílik a vacsorára. Az életben maradt nőstények végül az ablakra próbálják lerakni petéiket. A Dunába szinte alig kerül pete, a fénycsapdák és poláros csapdák az egész városban jelen vannak. Ám a rovarok újra és újra megpróbálják benépesíteni a folyó fővárosi szakaszát. A Duna mellékfolyóin például a Rábán valamivel több a természetes állapotú partszakasz. A vízirovarok persze itt is találnak akadályokat.
A Dunavirág errefelé is honos, a kérészek megmentéséért küzdő csapat keresve sem találhatna jobb helyet a fénysorompó tesztelésére. Július közepe van, Rába hídvégen vagyunk a Rábánál. Itt a folyó természetközeli állapotú. A védett Dunavirág lárvák is nagy tömegben megtalálhatók az aljzatban. Általában a Rábán előbb következik be a Dunavirág rajzása, mint a Dunán. Ennek megfelelően itt elsőként nyílik lehetőségünk arra, hogy kipróbáljuk azt a módszerünket, amelyen megpróbáljuk megakadályozni, hogy a védett egyedek millió számra elpusztuljanak a kivilágított hidakon. Azért vagyunk itt, hogy a lárvák fejlődési állapotát megvizsgáljuk, és ennek alapján megbecsüljük, hogy mikor fog megkezdődni a tömegrajzásuk. Hogyha áramló vízből akarunk gyűjteni, akkor célszerű egy olyan szakaszt választanunk, ahol sekély a víz, és így akár egy normál gumicsizmával is begázolhatunk a vízbe. Itt az aljzat köves, kavicsos. A gyűjtést azt általában úgy oldjuk meg, hogy a lábunkkal rugdossuk fel a köveket, és az innen, a kövek alól, illetve az aljzatból kisodródó élőlényeket pedig egy ilyen rúdra szerelt fém tésztaszűrővel fogjuk összegyűjteni. Tehát be is helyezem a fém tésztaszűrőt, elkezdem rugdosni a köveket, és a víz sodrása egyszerűen besodorja ebbe a csapdába az élőlényeket. Miután kiemelem a szűrőt, akkor ott ficánkolnak a különböző élőlények. A sok bolharák mellett előtűnnek a kérészlárvák, a tegzeslárvák. Tegzeslárvák között vannak olyanok, amelyek hálót feszítenek a víz alatt, vannak olyanok, amelyek lakócsövet építenek. A kérészlárvák közül a világos testű dunavirág lárvák mérete alapján megállapítható, hogy a rajzás nem sokára, minden bizonnyal egy héten belül meg fog kezdődni. Egy hét nem sok idő, ám a dunavirágok utolsó víz alatt töltött napjai nem múlnak el eseménytelenül. A tavasszal még aprócska lárvák alakja nyár közepére megváltozik. Kialakulnak szárnykezdeményeik, egyre jobban felkészülnek a repülésre. Szinte folyamatosan táplálék után kutatnak. Sok energiát kell gyűjteniük, mert repülés közben már nem táplálkoznak. Így sokszor észre sem veszik, ha vérszomjas ragadozók ólálkodnak körülöttük. Az evéssel elfoglalt lárvák későn kapcsolnak. A nagy kavarodásban egyikük egyenesen a víziskorpió fogólábai között köt ki. A támadó már azelőtt elkezdi a táplálkozást, hogy zsákmánya elpusztulna. De a többiek sem nyugodhatnak meg. Úgy tűnik, nem múlt el a veszély. A félelmetes szájszervek elől nincs menekvés. A csíkbogár lárvája néha még a nála jóval nagyobb halakat is megtámadja. A felszín felé igyekszik áldozatával, hogy miután lebénította, kiszívja testnedveit. Mindent kifacsar a pórul járt dunavirág lárvából, aki már soha nem jut el a felszínre, hogy kipróbálhassa szárnyait. Azok az egyedek, amelyek túlélték a víz alatt töltött hónapokat, hamarosan a levegőbe emelkednek, hogy ott újabb megpróbáltatások várjanak rájuk. Idén azonban úgy tűnik, a dunavirágoknak segítői akadtak. A Dunakutató Intézet és az ELTE tudósai most fogják először kipróbálni a lámpákat éles helyzetben. 3/4 van, úgyhogy 4 óra múlva már lehet, hogy beindul a rajzás. Ha a terv beválik, a peték biztos megmenekülnek. Csináltunk egy próbát? Jó, akkor egyik, másik. Na, a hídon megjelent az első hím subimágó, ez még vedlés előtt áll, de azt jelzi, hogy nem sokára élesben is megkezdődik a rajzás.
Úgy tűnik, beindultak az események. Itt történik éppen a vedlés, tehát most bújik ki a bőrből. Tehát úgy látszik, hogy most már az első szakaszában vagyunk a rajzásnak, amikor a hím szubimágok kirepülnek a szárazra, imágóvá vedlenek, és megkezdődhet a násztánc. A hímek másodszor is vedlenek, és a párosodás után elpusztulnak. A nőstényekre még hosszabb kompenzációs repülés vár. A raj kialakulásáig a tudósoknak még van egy kis idejük. Ma este kiderül, hogy az elmúlt évek kísérletei alapján kidolgozott terv működik-e a gyakorlatban. Amint teljesen besötétedik, megjelennek a folyón felfelé repülő nőstények. A rovarok egyenesen a lámpákhoz repülnek. Most már a rajzásnak a második szakaszában vagyunk. Gyakorlatilag csak a nőstényeket figyelhetjük meg, amelyek petézni akarnak. Elindulnak a vízfelszín fölött, repülnek néhány kilométert, majd elgyengülve leszállnak a vízfelszínre és lerakják a petéiket. A mozgásukat a folyónak a vízszintesen poláros jele vezeti. Ezek a kérészek, amelyek most belecsapódnak a vízfelszínbe, annak köszönhetik túlélésüket, és az ő utódjaik is azért képesek túlélni, mert az a lámpa be van kapcsolva, és magát ezt a kompenzációs rajt ott tartja a vízfelszín fölött. Hogy akár egy zseblámpával is el lehet csalni a kérészeket a folyó középvonalából. Már jönnek, beindult felénk a kérészraj, óriási tömegben kezd elborítani minket. Hogyha lekapcsoljuk a lámpát, akkor viszont bekövetkezik az a jelenség, hogy hirtelen nem tudják, hogy merre menjenek, keresik az utat, és ilyenkor történik az, hogy elindulnak kifelé, és ott keresnek fényforrást, amit meg is találnak sajnos. Itt egészen közel, néhány tíz méterre itt magasodik egy erős fényű lámpa. Na most ez számukra katasztrofális helyzetet idéz elő. Nem a vízfelszínre rakják le a petéiket, és óhatatlanul elpusztul a következő generáció. A rovartömeg persze a békák érdeklődését is felkelti. Azok a nőstények, amelyek már lepetéztek, amúgy is elpusztulnának. A béka pedig jól lakottan távozik a helyszínről. Másnap reggel mindenütt dunavirágok tetemei hullámoznak a vízen. Az állatok a rábába petéztek, ami azt mutatja, hogy Kriska Györgyék ötlete működött. A fénysorompó lekapcsolásakor az útmenti fények rengeteg rovart csábítottak el a folyótól. Azaz sikerült igazolni, hogy a lámpák folyamatos működtetése elengedhetetlen a kérészek túlélése szempontjából. A Szentendrei szigeten, Rába hídvégtől jó 200 kilométerre is javában tombol a nyár. A levegőben félelmetes ragadozók cirkálnak, ám a folyó mellett úgy tűnik, csend és béke honol. A sziget déli csúcsánál, a Megyeri hídtól nem messze a partmenti fák alatt különös mozgolódás támad. Valaki éppen a friss hajtásokat dézsmálja. Egy hódkölyök. És most már biztosak lehetünk abban, hogy hódról van szó, hiszen jól látszik, ahogy a lapos farkával egyensúlyoz a vízben. Ezek szerint szülei úgy döntöttek, hogy nem a Tildi hídnál lévő holtákban nevelik fel. Láthatóan jól választottak. A kis hód itt is jól lakhat minden este. Egyelőre csak a vízbe benyúló hajtásokat rágcsálja, de hamarosan egymaga is képes lesz ölnyi fák kidöntésére. A Duna felett lassan teljesen besötétedik, és a kicsi hód visszaúszik szüleihez. Látszólag minden csendes, ám a vízfelszín alatt a dunavirágok lárvái már készen állnak a repülésre. Másnap az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a kutatók már az este várható rajzásra készülnek. Akkor az lenne a terv, hogy itt van mondjuk a Dunának a keresztmetszete,
Itt van a hír. Igen, körülte. Igen. Nagyon durván. Itt vannak a hírlámpák. Itt négy darab, ha jól emlékszem, ugye? Igen, tehát középen... Jóval nehezebb feladat elé néznek, mint a Rábán. A tahitót falui híd teljesen ki van világítva, ráadásul az elmúlt évben még erősebbre cserélték a világító testeket. Körülbelül ez a távolság, a híd és a vízfelszín között körülbelül akkora, mint a hídlámpa és az aszfalt között. Igen. És hogyha ezek lecsapódnak az aszfalt útra, akkor ezek előbb-utóbb lecsapódnak a vízfelszínre, tehát ez várható. Fontos, hogy a lámpák megfelelő magasságba kerüljenek. Ha túl messze vannak a vízfelszíntől, akkor nem tudják itt tartani a kérészeket. Ebben az esetben a dunavirágok távolabb kerülnek a víztől, és félő, inkább az aszfaltra petéznek. A csapódó kérészek egyértelműen megjelenek, mert a víz tovább sodorja őket, és ők már biztos, hogy le tudják rakni a petéiket. Eljött tehát a nagy nap. A kutatók számítása szerint ma este hatalmas rajzás várható. A verőfényes augusztusi délutánon a Tildi híd teljesen ártalmatlannak tűnik. Mi megyek előre onnan? A tudósok azonban tudják, hogy a látszat csal, és időben megkezdik a lámpák összeszerelését. Ma este mindennek működnie kell, csak így van esély arra, hogy a híd ne váljon ismét milliók mészárszékévé. A kérészek is nekilátnak a készülődésnek. Megkezdődik a vedlés. Fej-fej mellett folyik a munka. A híd alatt cirkáló jászkeszegek bőséges lakomára számítanak. Az est leszálltával automatikusan felkapcsolódnak a hídlámpái. Lassan a tudósok fényszórói is készen állnak a bevetésre. Már csak a híd korlátjára kell felszerelni azokat. Miközben a lámpák felkerülnek a helyükre, odalenn kérészek százezrei szabadulnak meg a lárvabőrtől. A kivilágított híd fenyegetően magasodik a Duna fölé. A hím szubimágók már a második vedlésnél járnak. Ha ezen is túl vannak, megkeresik a folyó felett gyülekező nőstényeket, és megkezdődhet a násztánc. A tudósok feszülten várakoznak a hídon. Fölszereltük a fényforrásainkat, valószínűleg még tart a rajzás a vízfelszín fölött, egy-két egyed az, amelyik fölrepül ide a hídra. A hold fényénél jól látszik, hogy egyre több a kérész a levegőben, ám a nőstények raja még várat magára. Kompenzációs raj még nem érkezett ide, egyelőre semmi nyomát nem látjuk. Folyó közepén kell majd előtűnnie a közelgő rovar tömegnek, de egyelőre még minden csendes. A Dunából újabb és újabb kérészek bukkannak elő. A folyó egyelőre még csak levedlet lárvabőröket sodor a híd alatt. Minden esetre a kutatók jobbnak látják bekapcsolni a lámpákat. A kompenzációs raj bármelyik pillanatban megérkezhet. A folyó lentebbi szakaszáról folyamatosan érkeznek a kérésznőstények, és egy részük elkezd röpködni a lámpák körül. Eddig úgy tűnik, hogy jól működik a módszer. Mikor a megtermékenyített nőstények száma eléri a kritikus tömeget, a kérészek megindulnak felfelé a folyón. Nézd oda! Jön a raj! Most ért ide a raj! Kompenzációs raj! Úgy, de gyönyörű! A híthoz érkező több százezer dunavirág egyenesen a tudósok lámpái felé veszi az irányt. Ebből az irányból jól látható a
a kérésztömeg a lámpák előtt, elérik a lámpát, majd egy részük visszafordul, és utána megint a lámpák felé indul el. Tehát tulajdonképpen egy ilyen köröző mozgást végeznek a lámpa előtt. Ugyan ez is egy természetellenes dolog, hogy nem tudják befejezni a kompenzációs repülésüket, és nem tudnak tovább repülni fölfelé a folyón. Azok a kérészek, amelyek elérték a lámpáinkat, azok ott maradnak helyben, és így meg tudjuk akadályozni, hogy nyíl egyenesen a folyó felszínéről fölemelkedjenek a lámpához. Folyamatosan jön az utánpótlás, hiszen a rajjal újabb nőstények érkeznek, amelyek őrült kavargó röpködésbe kezdtek a lámpáink előtt. Mivel már most ilyen százezres egyedszámról beszélhetünk a fénysorompónk esetében, ezért határozottan állíthatjuk, hogy a kivilágított híd esetében is jól működik ez az eszköz. Azok az egyedek, amelyek ott maradnak a vízfelszín fölött, petéiket is a Dunába rakják le, és ezáltal az utódgeneráció is kifejlődhet. A kutatók elérték céljukat. A nőstények megmenekültek, így minden bizonnyal jövőre is szemtanúi lehetünk egy lenyűgöző eseménynek. A kérészek a vízfelszínén megkezdik a peterakást. Egyre nagyobb a tömeg, szinte az egész folyót beborítják. Az alámerülő peték szőnyekként terítik be az ajzatot. A petecsomók világra segítése a nőstények utolsó energiáit is felemészti. A híd mögött is kérészek borítják, tehát a lámpáknak köszönhetően sok dunavirág még a híd alatt is átjutott. A nőstények miután végeztek küldetésükkel, teljesen kimerülnek és elpusztulnak. Idén azonban haláluk nem volt hiába való. Betöltötték szerepüket a természet nagy körforgásában, minden tőlük telhetőt megtettek fajuk fennmaradásáért. Másnap már csak az elpusztult kérészek teteme emlékeztet az előző esti rajzásra. Kriska Györgyék számára csak most kezdődik a munka nagy része. Eredményeik felhasználásával szeretnék elérni, hogy a dunavirágok élőhelyén valamennyi hidat felszereljék fénysorompókkal. A poláros fényszennyezésről írt cikkeik egyre több emberhez jutnak el, így azt remélik, munkájuk a jövőben a város tervezésre is hatással lehet. A Szentendrei szigetre visszatérő és az azt frissen kolonizáló új fajok beilleszkedése persze továbbra sem lesz zökkenőmentes. A Visegrádtól egészen Budapest határáig húzódó sziget azonban jó példája annak, hogy a vadállatok némi segítséggel egy 2 milliós város szomszédságában is elboldogulhatnak. A Duna, Európa második leghosszabb folyója, az emberek és az állatok számára egyaránt nélkülözhetetlen erőforrás. Jelenleg azonban úgy tűnik, leginkább az embereken múlik, hogy a folyó sorsa hogyan alakul a jövőben.